egészséges krónikása a magyar zsidó életnek. Pontosabban annak a megteremtett zsidó életnek, ami a holokauszt után megmaradt nekünk. Grósz Andor nyitotta meg Villányi András Mozaikok a zsidóság életéből című kiállítását a Fehérvári Vörösmarty Színházban. Mint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke fogalmazott, Villányi András több mint 5 évtizede hű krónikása a magyarországi zsidóságnak. Képein a múlt és a jelen, a fájdalom és a remény, a hagyomány és megújulás egyaránt megjelenik. Ezek a képek nem csupán pillanatképek a múltról, hanem történetek, amelyek életre kelnek előttünk. Ahogy a mozaik apró darabkái összeállnak egy nagyobb képé, úgy fonódnak össze itt a zsidóság életének különböző aspektusai Magyarországról és Izraelből, amelyek földrajzilag távol esnek egymástól, de a szívünkben egymás mellett helyezkednek el. Villányi András kiállításán szereplő magyarországi fotók a magyar zsidóság gazdag kulturális örökségéről, a hagyományőrzéséről és a megpróbáltatásokról tanúskodnak, míg az izraeli és a világ több pontján készült képek pedig a remény és az újrakezdés szimbólumai. A 35 azonos méretű és csak nem azonos formátumú fekete-fehér fotó különleges atmoszférát teremt, lehetővé téve, hogy a képek mélyebb rétegeibe is bepillantsunk. Hiszen a tárlat minden egyes képe mögött egy-egy különleges történet bújik meg. Olyan képek is vannak, például a maces sütés, vagy a bris, vagy különböző zsidó szertartások, amiket még a zsidók sem ismernek sokan. Ezek nagyon érdekes. Ami engemet nagyon megfogott, a nyitó kép, ott van a villányi felirattal, az például Jeruzsálembe készült, egy étterembe figyelte a hölgy, hogy eszik a gyerek. Ez ablakon keresztül, az utcáról fényképeztem azt a képet. Szerintem csodálatos, ahogy egy anya szemeivel vigyáz a gyerekére. Ezt nem lehetett nem észrevenni. A Fehérváron megnyílt kiállítása a zsidóság történetének egyedülálló krónikája, mely november 24-ig tekinthető meg a Vörösmarty Színház galériáján.